Főpolgármester úr, eddig is komoly támogatást kapott Soroksár, ugye volt itt a Molnár sziget rehabilitációja. A jövőben milyen támogatást szán a főváros Soroksárnak? Nézze, amúgy is rászolgál ez a városrész a támogatásra. Én igazán átérzem egy ilyen külső kerület problémáit, hiszen a praktikus érveken túl azért is van bennem személyes empátia, mert Soroksár a másik olyan városrész Óbuda mellett, ahol a nemzetiségi hagyományok még erősen élnek. Tehát ilyen szubjektív szempontok is nyilván motiválnak. Amellett a polgármester jelölt asszony 8 éve legalábbis egyike a legjobb munkatársaimnak a fővárosban, akik folyamatosan Soroksár érdekében döfködték a harmadik és negyedik bordám között az érzékeny idegvégződéseket. Tehát ő is komoly szerepet játszott abban, hogy megismerjem és átérezzem Soroksár bajait, igényeit, örömeit, fájdalmait. Azt tudom mondani, hogy nekem Budapest egészért kell persze felelnem. Ezen belül a problémák rangsorolása az nem egy utolsó szempont, és ebből a szempontból Soroksár nem áll rossz helyen a preferencia sorrendben. Alpolgármester asszony, Tarlós István főpolgármester úr jelképesen átnyújtott önnek egy vízcseppet. Mit jelent ez Soroksár számára? A tisztítatlan szennyvíz nem folyik többet a Dunába, hanem a csatorna hálózaton keresztül eljut arra a helyre, ahova el kell jutni a szennyvíztisztítóba. Tarlós István hangsúlyozta, hogy nagyon-nagyon támogatja önt. Honnan ered ez a régi ismertség? 8 éve dolgozunk együtt a fővárosba, és mindig is nagyon jó kapcsolatot ápoltunk. Én mindenben próbáltam segíteni a főváros munkáját, illetve Istvánnak a munkáját, és ez igaz volt az ő esetében is, mert ő meg maximálisan támogatott engem. Egy nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Ez alatt a 8 év alatt ő is megismert, én is megismertem, és elmondhatni azt, ha nem szerénytelenség, hogy egy barátság alakult ki. Soroksáron még azért van pár hely, ahol nincsen csatornázás. Hogy létezik, hogy a 21. században még vannak ilyen területek? Ez a projekt, a Békisz projekt, ami most megvalósul, ez valamilyen oknál fogva még az előző ciklusban lett összerakva, és nem tudjuk miért, de néhány utcát kihagytak belőle. Pontosan ennek érdekében kerestük és kutatjuk azokat a forrásokat, amiket föl tudunk majd használni egy úgymond Békisz 2 projektbe, és a főváros egy listát iratott és kért minden kerülettől, hogy azokat az utcákat, amelyeket továbbra is csatornázni kell, azokat jelöljék meg. Ez megérkezett a fővárosba, és a főváros most dolgozik, a főváros vezetése azon, hogy hogyan lehetne a tartalék keretből megvalósítani ezt a Békisz 2 projektet.